Teljesen megtelt a Grassalkovics kastély díszterme szerda este. A 60-i portrékban ezúttal Horváth Riár volt Tompazé Mihály vendége. A városvezető szeretettel beszélt családjáról, hogy mennyire büszke feleségére és a fiára, a Ricsire, számára az a legfontosabb idő, amit együtt tölthetnek. Kitért arra, hogy nemrégiben elveszítette az édesapját, ez pedig nagyon megviselte őt, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápoltak egymással. Elhangzott az is, hogy nagyon sok jó ember veszi körül. Nem csak a család, a barátok, hanem a kollégák és a szakmai stáb is olyan, akikkel jó együtt lenni, akik segítik és ha kell, motiválják egymást. Ahogy fogalmazott, számára megtisztelő és felemelő érzés 60-ért és a 60-iakért dolgozni. Munkájában mindig a 60-iak és a város érdekeit tartja szem előtt. Szerinte a város nem játékszer és nem játszótér. A város emberekről szól, egy közösség, ahol mindenki aktívan dolgozik és éli a saját életét. A jelenlegi városvezetés pedig minden döntésüknél ezt veszi figyelembe. A 60-iak közösen számtalan sikert értek el az elmúlt években. Ha a város életéről beszélünk, akkor valóban nagyon-nagyon sok mindent tettünk, és rendkívüli nagy ellenszélben. De olyan eredményeket értünk el, amelyek országosan is példaértékűek. És erre mindenki büszke lehet. Mert ez nem az én eredményem, nem a képviselőtestület eredménye, vagy nem a kabinet eredménye, hanem 20.500 ember eredménye. A gépészmérnök végzettségű polgármester beszélt a hobbijáról és veterán autókat épít, Volgákat, Ladákat. Ezekkel már díjakat is nyert. A programon fellépett a Polifónia vegyeskar, énekelt Szabó Krisztina, Horváth Rihárd fia pedig trombitán játszott el egy dalt.